Határsáv engedélyt vezettek be május 1-től Ukrajnában. A rendelkezés jelentősen megnehezíti a határmenti térségekben élők, így a kárpátaljaiak mindennapjait is. K. Debreceni Mihály újságíró kollégámat köszöntöm Kárpátaljáról. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Abszurdnak nevezitek ezt a rendelkezést, hiszen az is hasonló legutóbb a Szovjetunió idején volt hatályban. Így van, tökéletesen egyetértek azzal, amit mondtál. Én még emlékszem rá, hogy amíg én 84-es születésű vagyok, tehát a szüleimnek még be kellett szerezni annak idején a Szovjetunióban ezt a bizonyos hatásáv engedélyt, hogy a Szovjetunióban ilyen zárt városok voltak, ez nem volt ritkaság, és hát a határmenti övezetet azt különösen őrizték, tehát engedély nélkül, aki nem ott lakott, vagy nem ott dolgozott, csak úgy nem léphetett be ebbe az övezetbe. És hát ugye, valljuk be, akkor is olyan időszak volt, amikor vasfüggöny választotta el Szovjetuniót Európa civilizáltabb felétől, és hát ugye az az igazság, hogy ez a hatásáv engedély most elkezdett hajazni az akkori időszakra, hiszen nem elég, hogy a Szovjetuniótól Ukrajna megörökölt két szögesdrótot is, hogy egymás mellett van két szögesdrót, a Tiszát éppen elválasztja például Magyarországtól, vagy pedig Romániától, most mellé építik a harmadik szögesdrótot is, nehogy sokan elmerjenek szökni az országból. Tehát az utóbbi időszakban hihetetlen mértéket öltött a szökések aránya. Itt több százasra tehető, tegnap olvastam éppen, hogy 850 körülbelül a napi átlag, hogy annyian próbálkoznak meg, és annyian jutnak át az Európai Unióba Ukrajnából. Ugye a mozgósítási törvényt, amióta Volodymyr Zelenszky elnök meghozta, és már alá is írta két héttel ezelőtt, azóta megsokszorozódott a menekülőknek a száma, tehát itt 18 és 60 év közötti hat köteles korú férfiakról beszélünk főleg. Tehát ennyi szigorítás után még mindig van, akinek sikerül átúsznia a Tiszán, vagy átkelnie a hegyvidéken? Ukrajna a lehetőségek országa, ugyanis a korrupció az elmúlt 30 évben az olyan volt, hogy anélkül semmit nem lehetett elintézni, tehát nem, egy hivatalban nem tudtál semmit elintézni, a rendőrnek kötelező volt adni borravalót minden egyes megállítás után, tehát ez átitatódott. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezek a sémák megvannak, és most már akik korábban mondjuk cigarettacsempészettel, vagy különböző más csempész dolgokkal foglalkoztak a határon, azok most átálltak teljesen az embercsempészetre, és hát ez a legnagyobb biznisz, mert ebben nem kell befektetni számukra. Igen. Tehát több tízezer dollárokat kérnek el egy-egy embertől, vannak olyan emberek, akik eladják mindenüket, lakásukat, földjüket, autóikat, stb. Csak azért, hogy Európába jussanak, és ki tudják fizetni. Igen, igen. Igen. Kárpátalján ugye két különítmény működik, a Csapi és a Munkácsi, és mindkét hatóság kiadja a felügyelet alá tartozó területre vonatkozó engedélyeket? Igen, ezt a hatásáv engedélyt úgy kell elképzelni, hogy ugye, akik ott laknak az 5 kilométeres körzetében a határnak, azoknak van rá szükségük. De például, hogyha Marika néni át akar menni mondjuk Csapról, Beregszázba a rokonlátogatóba, akkor neki is szüksége van, de akkor már nem a Csapi határőrparancsnokságtól kell ilyet igényelnie, hanem a Munkácsi határőrparancsnokságtól, hogy ő látogatóba szeretne elmenni a kedves rokonhoz. Amennyiben mondjuk a főúton megy és nem száll ki a főút vonal mellett mondjuk lakott területen kívül, akkor nincs szüksége az engedélyre, de amennyiben véletlenül kiszáll, megáll egy útszéli presszónál, kávézónál, és az végül oda megy valaki és hivatalosan igazoltatja, és nincs nála ilyen engedély, akkor bizony megbüntethetik. Tehát egy abszurd rendelkezésről van szó, mindenkit arra fognak így kötelezni, hogy szerezze be ezt az engedélyt. Ez Kárpátalján körülbelül 200 ezer embert fog érinteni, tehát most is mennek a levelezgetések, és a hatóságokkal is tudok olyan emberről is, aki például ott lakik a saját településén, egy ungvidéki faluban, de tehát pontosabban ott van ingatlana, de már külföldön él, és megírta a határőrségnek, hogy szeretnék hazamenni, majd már az ingatlanom ott van, és hát ugye szeretném majd, mit tudom én, felügyelni, vagy néha hazalátogatni, és akkor elutasították az engedélyt. Tehát nem mehet haza az az ember, akinek ott ingatlanja van. Hát egészen elképesztő dolgokat, és fölösleges rendelkezéseket vezetnek be, ráadásul úgy, hogy közben megkeserítik a helyben lakók életét, ugyanis hiába azért vezették be, hogy az illegális migrációt, pontosabban meneküléseket visszaszorítsák, csak a helyieknek az életét nehezítik ezzel meg.
Misi, az engedélyt a kérelmezéstől számított 10 napon belül adják ki, úgy tudom. De mi történik, hogyha valakinek nagyon sürgősen kell utaznia, teszem, az beteg hozzátartozóihoz? Most egyelőre még az van, hogy az első, május első heteiben adtak egy ilyen türelmi időt az ukrán hatóságok, tehát olyan komolyan nem foglalkoznak vele, mert maguk is tudják, hogy ennyi, meg ekkora mértékű engedélyt nem tudnak csak úgy kiadni. Tehát még nem veszik annyira komolyan ezt a történetet, tehát még nem ellenőriznek mindenkit, de abban az esetben például van olyanra példa, mert hallottam olyat is, hogy valaki Ugocsában, tehát a Tiszapéterfalva környékén kért engedélyt arra, hogy a saját földjén szánthasson a határvezeten belül. Ezt meg is kapta, szóltak is a határőrségről, hogy mehet szántani. Igen, nem, de nem várt meglepetés, várta, mert a kiegészítő parancsnokság emberei már ott várták a saját földjén, és hát egy jelentős ideig próbálták igazoltatni, míg kiderült, hogy felmentése van, de hát eléggé, hogy is mondjam, szemét módon viselkedtek vele, mert hazárulózták, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne érezze a saját földjén otthon magát ez a gazda. Tehát ez az engedély kizárólag a határt illegálisan átlépők azonosítását célozza, de hát nyilván jelentősen megnehezíti a határsávban élők mindennapjait is. A gyerekekre is érvényes? Természetesen a gyerekeknek is igényelniük kell, persze a decemberben született kormányrendeletben még erről nem volt szó, hogy a gyerekeknek és az iskolásoknak is szükség lesz rá, de mostantól már bejelentették a különböző helyi önkormányzatok, járási tanácsok, hogy bizony a gyerekek számára is igényelni kell. Lehet igényelni csapon, lehet igényelni munkácson személyesen, illetve e-mailben is lehet igényelni, és még csoportosan is lehet igényelni, tehát a munkáltató is tudja mindezt igényelni, viszont még egy bürokrácia ez az egész, egy háborús országban, ahol sokkal nehezebb dolgok vannak jelen pillanatban, sokkal nehezebb dolgokat kellene megoldani, egy plusz igazolványt kiadnak, semmiben nem különbözik egy A4-es laptól, amin van 3 darab izé, hogy engedélyezik, 3 mondat, hogy engedélyezik ezt az egész határtérségbe való bemegkiutazást. Tehát a személyigazolvány és a lakcímkártya mire való? Pont ugyanerre. Onnantól kezd meg a hatóságok dolga az, hogy tudja, hogy ki van az adott övezetben, meg ki nincs az adott övezetben. Na most ezt a telefonok cella információjától kezdve annyi minden módon meg lehet tudni a mai világban, nem kell ehhez még egy ilyen 50 évvel ezelőtti papír is. Hát Misi, kitartást kívánunk nektek innen, Erdélyből, és köszönöm szépen, hogy időt szántál ránk. Köszönjük szépen!